A csíkcsomortáni szombat kora reggel a hétköznapokat idézte. A tehenek a szokásos rítus szerint békésen elindultak a megszokott útvonalokon, hogy beteljesítsék küldetésüket. A verstábor ifjú lakói is ébredeztek, az első nap ismerkedéssel indult, a felemelő 10 nap az Arany János emlékév keretében, ahol a hit és az életmód találkozik, ahol a magyar nyelv tisztelete maradandó érték, ahol a fiatalok megerősíthetik, hogy nemzeti identitásuk egy pillanatig sem lehet kérdőjeles. A hagyományokhoz híven a résztvevők megemlékeztek a névadóról, a táboratjáról. A legfőbb gondolat, ami most dominálja így az elmémet, az az, hogy nagyon hiányzik, de hogy remélem, örül, hogy megint így összejött a tábor, és sikerült tényleg ezt az 50-60 embert összeterelnünk, és mindenki egyelőre nagyon mosolygós arccal ébredt. A fő gondolat pedig leginkább az, hogy minden tényleg jól sikerüljön, és mindent a helyére tudjunk rakni ahhoz, hogy a színészek, beszédtanárok, táncművészeknek a munkáját azt segítsük, és hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Voltál templomunkhoz, templomunk a hithez, mosolyogva nézel ránk, és búcsút intesz. Nagy Zoltán Péter a támogató Fehérvár Média Centrum főszerkesztőjeként, Varga Sándor barátjaként gondozza a verstábor ajándékát, amely ajándék az alapítótól, ajándék a teremtőtől. A felelősség közös, a 10 nap hozadéka nem lehet más, mint összekovácsolni és tartalommal megtölteni a vers megőrzésének szándékát. Ebben az évben pontosan ugyanolyan gazdag lesz a tábor élete, mint eddig volt, bármelyik az előző 6 közül. Talán egy kicsikét annyiban gazdagabb, hogy még több színművész, még több profi szakember segít a fiataloknak abba, hogy épüljenek, fejlődjenek, de mindezt úgy, hogy közben szeressék, imádják a verset, és ne pedig kényszert érezzenek. A megemlékezés után megkezdődött a munka. Milus Marian vezetésével a beszédórák sorozata, amely segít abban, hogy az új generáció a jövő nemzedéke megértse és elsajátítsa Arany János nyelvét, a magyarság megmaradásának zálogát.